Amikor nosztalgiázunk, akkor az elménk nem csak hogy máshol jár, hanem teljesen más időben is. Vannak kutatások, amelyek rávilágítottak arra, hogy a nosztalgiázás növelheti az önbizalom szintet, magányos időkben segít feléleszteni a valahová tartozás érzését, és hozzájárul a mentális jóllétünkhöz is. Ezentúl a nosztalgia egy keretet képes adni a rohanó mindennapjainknak, és ráébrez bennünket arra, hogy az életünk nem csak egy zavaros összevisszaság, hanem egy történet, amelynek a múltban is voltak, és a jövőben is lehetnek jelentéssel teli boldog pillanatai. És azt gondolom, akkor itt az idő, nosztalgiázzunk. Én most felidézek önöknek néhány állomást a zenekar első két évtizedéből, olyan híradós stílusban. 1967. december. Adamóczki Béla bácsi, 8 zeneiskolás növendékével nagy sikerű előadást tart a Darusi Iskola Mikulás napi ünnepségén. Műsorszámok címe Hullapelyhes Fehér Hó. 1973. A szombathelyi úttörő zenekari találkozón a balmazújvárosi gyerekek az első helyet érték el. 1975. május 25. A nap, amikor a balmazújvárosi fiatal zenészek szíve, lelke fogságba esett. Átadták a Szánkai úttörőtábort. Azóta nem feledik az ott töltött perceket. A Népújság 1978. május 14-ei száma. Az idei Magyar NDK Barátsági Hét ünnepélyes megnyitóján a Testvérmegye Hajdúbihar művészei viharos sikert arattak, és a hétvégén folytatják fellépésorozatokat Potsdamban, a Délibáb Folklór Együttes, a Balmazújvárosi úttörőzenekar és a Debreceni Csokonai Színház művészgárdája lép fel. Külföldi fellépésről van szó, ez óriási dolog volt akkor. Nógrád megyei hírlap, 1979. június 17. Az országos hírű balmazújvárosi úttörőzenekar Salgótarjánban ma délelőtt 9:30 koncertezik. 1985. A zenekaros gyerekek egyre többször keresik fel Német Pista bácsi TSZ elnököt. Ő az egyetlen ember a faluban, aki bármilyen információt tud adni egy messzi-messzi országról, amelyet úgy hívnak Dánia, és ahová számukra teljesen felfoghatatlan módon beturnézni indulnak. Kedves vendégeink, az évek teltek. Változtak a korok, változtak a stílusok, az elvárások és ezzel együtt a lehetőségek is. Adamóczki Béla után egy időre Csősz János, és 30 évvel ezelőtt Becker Gyula vette át a zenekar irányítását. A tagok természetesen cserélődtek, sokan hivatásokként választották a zenét, mások máshol találták meg a számításaikat. De mindannyiuk szíve kevesebben dobog akkor, amikor a régi zenekari emlékekre gondolnak, és ezekről nosztalgiáznak. Hát hadd dobogjanak azok a szívek, az övék is, meg a miénk is. Kedves vendégeink, színpadon a balmazújvárosi úttörő zenekar a 70-es évekből. Yeah.
annyi-annyi ismerős arc, és be kell valljam őszintén, hogy számomra én olyan embereket is fedezek fel, akikről nem is tudtam, hogy valaha zenéltek ebben a zenekarban. Ellenben az ominózus 1967-es első Mikulás napi fellépés fellépői közül ketten is itt vannak közöttünk, Király László és Király Imre. Tulajdonképpen 50 éve alakult meg a úttörőzenekar, Aromoszki Béla szervezte be. Az úgy történt, hogy a központi általános iskolába hoztak ilyen régi hangszereket, amit a Bagolyvárnak mondtuk, most a Semsei kastély, a pincéjéből szedtek össze, és ezek a hangszerek rendkívül el voltak hanyagolva, tiszta penészek voltak, és úgy hoztuk rendbe, és akkor a 7. vagy 8. osztályosok voltunk, és behozták a tanár úr a iskolába, és akkor bele kellett fújni. Persze nem tudtunk semmit rajta, mert akkor első egyre. És akkor megállapított, hogy trombitásnak való, a klarinétosnak való, a szájáról, vagy meg a alkatáról, aki erősebb volt, a tubásnak való, és akkor mi ketten Imrével, meg még egy páron általános iskolában, mondom a központi iskolában, jelentkeztünk, és sikerült megtanulnunk a hangszeren, óriási nagy odaadással és aktivitással. Itt egyetlen egy cél volt, iskola elvárása az volt, akkor igazgató helyettes Györfi Lászlónak hívták, hogy az iskolát, a ő gyerekei, milyen szép lenne az, ha a gyerekek felkísérnék zeneszóval, indulóval a tornavizsgára, tornagyakorlat, az országos testművelési gyakorlat volt, ez el volt terve az egész országban, és felkísérnék a gyerekeink, vagy a gyerekek, a központi iskola tanulói indulókat zeneszóval a többi társunkat, a pajtársainkat, mert akkor még úttörők, kisdobosak voltunk, meg úttörők voltunk. Volt újra visszaülni az együttesbe. Az igazság az, hogy Imrével mi 20 év után a zenék voltunk, ilyen lakodalmi zeneiszek voltunk, és nekünk nem volt ez újság annyira, már mi újra fog a hangszert, és nem is hagytuk teljesen abban, mert időnként felveszik a hangszert, és tehát játszunk Erdélybe, játszottunk nem egyszer a méhészek, elmentünk Erdélybe kirándulni, és ott összejöttünk az erdélyi zeneiszekkel, és nagyon jó. Tehát akkor nem rozsdásodott be a hangszer? Nem, hát egy pár napi gyakorlás után újra bejött, és most majd megint szerepelni fogunk, úgy gondoljuk, hogy jó. Testvérekhez ment el Béla bácsi, unokatestvér, testvér iskolákba ment, és úgy ütötte az embereket. Na, te tudsz, most kérdezd meg, hagyd, meghallgatta, és az iskolákon révén, jó, te jössz próbára, kész. Keresett hangszert, szed, úgy, mint ahogy mondta az előtt Túri bácsitól, és a vége az lett, hogy kialakult egy 8 főzenekar, 1968-ban jelzem. Nálunk egy kis hosszúházban laktunk, én 4 éves koromra visszaemlékszek, hogy szólam próbáztak. Egy klarinétos, egy fuvolista, meg egy fuvolista. Tehát onnan kezdődött. Édesanyám pedig, mint első hivatalsegéd volt a zeneiskolában, tehát én ott nőttem fel. Ott nőttem fel, és onnan hallottam a nagyfiúkat zenélni, illetve a nőhéremet. Ő olyan pályára került, amit nem vállalt el, mint zeneiskola igazgató, mert Béla bácsi mindenképpen őt akarta, hanem inkább helyette gimnáziumba járt, utána pedig egy mérnöki diplomát tett le. Tehát más fele sodort az élet, de viszont még volt lehetőségem vele Szánkán együtt zenélni, és a saját testvéremmel egy ilyen legvégső stádiumban, amikor már Béla bácsi nyugdíjba vonult, akkor meghívta őt is, meg a például Katona János színművész urat, a légi beszélni légi erőzenekarnak a karnagyát. Ő is ott volt azon a tábori 2 heten. A mostani első próba előtt mennyi ideig nem fogta a kezében a hangszert? Hát megmondom őszintén, fogtam a kezembe a hangszert, de aktívan nem gyakoroltam. Azaz azt jelenti, hogy lehet azt mondani, hogy 30 év az is. És milyen érzés volt újra belefújni? Nagyon jó, persze, természetesen.
nagyon jó érzés. Ilyenkor visszajönnek a régi emlékek? Természetesen, hogy ne jönnének vissza. Ez olyan érzés, amit nem lehet elfelejteni. Olyan, mint egy morfium, mert én először a kezembe december 6-ai napon kaptam egy hangszert, egy trombitát, és csak 5 hangot mutatott el Béla bácsi, a C, D, E, F, G, tehát C, C, G, G, és a 6. hang a A, A, G, azt nem mutatott el, hogy öndidokta módon megtaláltam, és pontosan húta a peljes fehér hó. Onnantól kezdve ez megszállta, mint egy morfium a beinekcióztak volna, és én este vagyok zenét. És örülök a társadalom, és hasonlót éreznek, mert mindenki számára szerintem a zene az boldogít, megsegíti az embert, lelkileg feltöltődik állatlan az ember, és másoknak örömet okozunk. Molnár Mariannal elhatároztuk, hogy összehozzuk a régi zenészeket, akik meg úttörő zenészek voltak a 70-es, 80-as években, illetve a 60-as években is, olyan is van közöttünk. Elég nehezen, döcögősen indult a szervezés, sok-sok telefon, Facebook, ugye mostanában már, és olyan 30-35 embert sikerült összeszedni, akik részben újvárosiak, részben debreceniek, sőt, még Amerikából is jönnek állítólag. Úgyhogy ők hogyan tudnak gyakorolni? Az amerikai kollega az ütős, állítólag dobból, tehát kézben van az ütő. Hát a gyakorlás az jó kérdés, ugye van, aki 30 éve vagy még több nem fújt. Szereztünk mindenkinek hangszert, illetve olyan is volt, akinek van otthon hangszere. Van, akit nagyon kellett ösztökölni, hogy fellépenek. Van, aki örült és röptébe elvállalta a dolgot. Úgyhogy hál' Istennek azokat a régi fényeket látom csillogni a szemekbe, amit 78-ban például. Úgyhogy óriási. Tehát nem is miattam, mert tényleg nem, hanem ő miattuk. Nekik ez óriási dolog. Vannak közöttük most itt olyan zenekari tagok is, akiket külföldről hívtak haza, talán éppen erre az alkalomra. És bizony, nagyon sokan 20 meg 30 év után néhány hete vették újra a kezükbe a hangszert azért, hogy erre a fellépésre készüljenek, melyet óriási nagy izgalommal, hatalmas lelkesedéssel tettek, úgyhogy fogadják Önök is őket, legalább akkora szeretettel, mint ahogyan ők készültek erre a koncertre. Mi mást, mint egy indulót hallhatunk tőlük. Következik a Titanic Mars. A veterán úttörőket az ifjú Radóc Miklós vezényli. Thank you.
nagyon régóta zenéltünk, 33 éve már, hogy nem játszottunk együtt. Ugyanúgy a régi tagok alkotják a zenekart, mint akkor még az Adamovszky Béla bácsi idejében. Hogyan sikerült megmozgatni a társaságot? Két fő volt ebben az illetékes, Lénárt Józsi barátunk és Remenyikné Molnár Marian, akiknek ez a szikra kipattant, hogy próbáljunk meg az 50 éves jubileumra újra összejönni, és egy induló erejéig váljunk színpadra. Mindenki elfogadta a felkérést? Igen, szerintem mindenki elfogadta. Akinek módja és lehetősége volt rá, egy emberként jeleztünk vissza nekik, és nagy örömünkre szolgált ez a felkérés, hogy mutassuk meg, kíváncsiak voltunk, hogy ennyi év után tudunk-e még játszani, és hogyan fog szólni ez a zenekar. Minden érdem Adamovszky tanár úré, mert ő nem hagyta abba, lelkesedett, meg hát Túróczi Gyuri bácsi, azt ne felejtsük már rá, mert Túróczi Gyuri bácsi volt az első, a műsor áldása igazgatója. És ő ugye meghallott, hogy a központi iskolában a gyerekek fújkálnak, már mint mi, vagy 50-60, és egy hangszert, amit egy falusi zenész hozott, Harmony Imre bácsinak hívták, és így kezdődött az egész, hogy ezt meghallott, és Adamovszky Bélát ismerte, Béla bácsit, tanár urat, és Debrecenben találkoztak valami oknál fogva, összefutottak. És mondta, hogy gyere ki Béluskám Újvároson, mert itt Újvároson csinálni kéne valamit a gyerekekkel, egy zenekar kellene alakítani, mert itt fújkálják a hangszert. Kellett egy valami kis dalt énekelni, rájött azonnal, hogy ki szeretne elsősorban is ugye zenélni, vagy megtanulni zenélni, és akkor rájött azonnal, hogy kinek van hallása, meg ki szeretne, és akkor jelentkeztünk, és így jöttünk be. Minden iskolát följárt, a Szirkáret, a Bálakat, a Darut, és akkor 5-6 gyereket összeszedett, és így lettünk 30-25-en. 33 éve voltam utoljára zenekarral Zánkán még az úttörőtáborban. Szerintem a 84-es év volt az utolsó, amikor még zenéltem, hangszer volt a kezembe, a 85-ös évben katonának bevonultunk, és aztán szerintem ez így maradt, tehát most nagy örömmel vettem elő. És milyen érzés volt újra belefújni a hangszerbe? Nagyon jó érzés volt, sokat kellett gyakorolni, ugye, hogy úgy szólaljon meg ez a hangszer, ahogy ez elvárható. Thank you.
koncert végén mivel lenne elégedett? Hát nyilvánvaló azzal, hogyha óriási tapsot kapnánk, és szívből örülnénk neki, hogyha ez sikerülne. Yes.